Közel 80 főző küldte el a fényképét, a beszámolóját arról, hogyan zajlott otthon, családi, baráti körben a főzés. Azok részére, akik csatlakoztak a felhíváshoz, jutalomkötények átadására kerül sor. Megérkeztek a kötények, és folyamatban van azok átadása. Igyekszenek mindenkihez személyesen eljutni, ezzel is megköszönve azt, hogy ebben a rendhagyó helyzetben is csatlakoztak a Karcagi Birkafőző Fesztivál idei programjához. Üdvözlöm Szepesi Tibort, minek az átadására került sor? Ebben az évben rendhagyó módon került megrendezésre a Karcagi Birkafőző Fesztivál, hiszen azokat a körülményeket nem tudtuk most garantálni a koronavírus miatt, amit az előző években, ezért egy teljesen új formában online került megrendezésre, ami azt jelentett, hogy mindenki otthon, családi, baráti társaságban elkészítette a birkapörköltöt, reméljük, hogy karcagi módra is nagyon ízletesen sikeredett, majd elküldte azt a fényképet, videót, amelyet erről a főzésről készített. Ezt a fényképet, ezt a videót, amelyet megoszthattunk egymással, ezt szeretnénk honorálni egy-egy ajándékkal, ez pedig nem más, mint egy olyan kötény, amelyben tudja jelezni a főző, hogy ő részt vett ezen a birkafőző fesztiválon, tudja mindenkinek akár a következő években is azt mutatni, hogy igen, ő már elmaradt a hagyományos birkafőző fesztivál, ő mégis ezt a hétvégét arra szánta, hogy a karcagi módra készült birkapörkölt elkészülhessen. Ez is ezt a rendhagyó alkalmat különlegessé tették ezáltal. Igen, én azt gondolom, hogy egyrészt büszke vagyunk azokra, akik vállalták ezt a fajta birkapörkölt főzést, másrészt pedig azt gondolom, hogy igen, honorálni kell, hiszen a hagyományokat ápolni kell, folytatni kell, és ők nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy idén is folytatódjon ez a nagyon szép hagyomány. Köszönjük szépen! Üdvözlöm F. Kovács Sándort, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjét. Rendhagyó módon került megrendezésre idén a Karcagi Birkafőző Fesztivál. Mit szólt a kezdeményezéshez? Hát örömmel vettem azt, hogy nem marad el. Elmarad az a része, amikor a múzeumparkba együtt főzünk barátokkal, jó ismerősökkel, nagyon sok vendéggel, de hát a birkát meg kell főzni, le kell vágni, és a barátokkal, családdal meg kell lenni. Hogyha nem tudjuk megtartani nagy társaságba, akkor kisebb baráti, családi társaságba, de mindenképpen le kell vágni, meg kell főzni, és meg kell lenni a birkapörköltet. Ön is kapott egy kötényt, amely erre az alkalomra fogja emlékeztetni. Hogyan fogadta? Hát nagy örömmel én főztem a Birka Pörkölt Főzőfesztivál napján, és folyamatosan néztem a Facebookon, hogy nagyon sok karcagi, néhány vidéki is főzött, és én azt gondolom, hogy nem azért lett Karcagon Birka Főzőfesztivál, vagy nem azért kezdtek el főzni birkapörköltet, mert birkafőzőfesztivált rendeztek, hanem azért, mert itt hagyománya van, itt szeretik a finom birkapörköltet, és azt gondolom, hogy ha nincs fesztivál, mi akkor is megfőzzük családi rendezvényen, lagziba, névnapon, születésnapon, amikor néhányan összejövünk, akkor is birkát vágunk és birkát főzünk, és én azt gondolom, hogy egy jó kezdeményezés, és ez bármikor képesek vagyunk, mi karcagiak ilyesmire. Ön szerint mi a jó birkapörkölt titka? Én már többször elmondtam, hogy nekem mindig akkor jött be, amikor egy órával később lett kész, mint ahogy a vendégek várták. Jó, meg kell éhezni, és akkor már közepesnél rosszabb birkapörkölt nincs. Csak akkor, hogyha Karcagon vagy itt a környéken főzik, mert ettem én már a Dunántúlon, akár Budapesten is olyan birkapörköltnek nevezett valamit, amit jobb, hogyha kerül az ember. De Karcagon ritkán eszik rossz birkapörköltet az ember.